Bár a válogatott pénteki olaszországi veresége eldöntötte, hogy Magyarország nem lesz ott a világbajnokságon, mégsem volt tét nélküli a horvátok elleni meccs. A mieink remekül kezdték a találkozót, Vojvoda Dávid pontjaival 24-16-ra vezetett a házigazda. A folytatásban sem vett vissza lendületéből a fehérmezes nemzeti csapat, melyben a másik olajjátékos Benke Szilárd is hasznosan játszott. Folyamatosan nőtt a különbség, a nagyszünetben 48-33 állt az eredményjelzőn. A térfélcsere után kiegyenlítette lett a meccs, de a horvátok nem tudták megközelíteni a magyarokat. Vojvoda mellett a körmendi Ferenc Csaba is szórta a triplákat, a végén pedig óriási győzelmet aratott Magyarország, 84-65 lett a végeredmény. Ezzel a mieink a selejtezők során a legjobb 16 európai csapat között végeztek, így a következő sorsolást kedvezőbb kalapból várhatják.